Hosszú betegség után elhunyt Tompa Klára színművész. Bár próbált megküzdeni a korral, közelgő születésnapját már nélküle töltik szerettei. Hosszantartó betegséget követően 48 éves korában elhunyt Tompa Klára színművész. A marosvásárhelyi születésű tehetség 1998-ban végzett a Marosvásárhelyi Színház Művészeti Egyetemen. Napjainkig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tagja volt. Számos színész generáció osztályvezető tanáraként oktatott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Szakterületét a színészmesterség, improvizáció, zenés színészmesterség tantárgyak oktatása képezte. Rövid pályafutása alatt több mint 40 karaktert alakított a Marosvásárhelyi Színház színpadán. Művészi tevékenységét több díjjal is elismerte a szakma, kvalitásai méltán rangsorolják az érdemes művészek közé. A színésznő karrierjét és életét azonban egy betegség árnyékolta be. 2019-ben jótékonysági hangversenyt rendeztek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei. Az Eufónia Pedagógus Kórus, a Marosvásárhelyért Egyesület, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Az adventi hangverseny jegyeladásából befolyt összeget a súlyos betegséggel küzdő színésznő megsegítésére fordították. Bár Tompa Klára próbált megküzdeni a korral, nem sikerült legyőznie azt. November 10-én ünnepelné 49. születésnapját, amit már nélküle töltenek mindazok, akik ismerték és közel álltak hozzá.